baj, ha belemész, mert ott a szélét úgyis újra festem. Mák Tamás kurzusán 14-en vettek részt. A visszatérők mellett idén sok újonc is volt. A Kendli Majori Szabadiskola egyik fő vonzereje, hogy a résztvevők a Ludwig Nemzetközi Művésztelepen készült alkotások között inspirálódhatnak. A legtöbb művész, aki nálunk kurzust tart, tagja a művésztelepünknek. Most Mák Tamás tart kurzust, Tamás nem jön hozzánk művésztelepre, ő magányos alkotó, nagyon kevés művésztelepet vállal el, hozzánk még egyszer sem jött el, de ezt a művészeti kurzust elvállalta a kezdeteknél, és azóta rendszeresen visszatérő, és ezt a nagyon szereti. Csetei Mária nagykanizsai amatőr festőművész munkáit már több kiállításon is láthatták a városban élők. Van az évnek két hete, amikor a nemzetközi művészek alkotnak, és azon kívül az amatőr művészeknek szenteli Kendli Major a tudását, a szervezést, mindent, és nagyon sok barátot szereztem így. Hát most nem tudom megmutatni, de az első festményemet, ha megmutatnám, és mondjuk a mostanit, akkor nagyon nagy különbség lenne. Eredeti szakmája szerint villamosmérnök Demeter D. Zoltán nem csak a képzőművészetnek szenteli szabadidejét. A Szent Jakab zarándoklat rendszeres résztvevőjeként több könyvet is írt, de a filmkészítés és a költészet sem idegen számára. Maga az alkotás, ez egy olyan az emberben, mint egy nyomás. Ez valamilyen formával ki kell jön ez az önkifejezés, az legyen zene, legyen irodalom, vagy éppen festészet, és nagyon-nagyon régóta szerettem volna festeni, viszont időben nem volt alkalom rá, most körülbelül 2 éve kezdtem el, és most tartok körülbelül olyan 180-200 festménynél. A Kendli Major Művészeti Szabadiskola megálmodói, Ludwig Zoltán festőművész és felesége a felnőtt kurzusok mellett gyerektáborokat és évközbeni alkalmakat is szerveznek a képzőművészet iránt érdeklődőknek.